Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei primadíj magyar sport Órendi Mihály kapja. Szabó Tünde kormánybiztos asszony olvasta fel a borítékban szereplő nevet múlt hét péntek este a Vármegyeháza dísztermében. Órendi Mihály volt az egyike annak a három fő díjazottnak, aki a kuratórium döntése alapján átvette a vármegyei prima díjat. A több sportágban, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságban is vezető tisztséget betöltő szakember 35 perc című műsorunkban azt mondta, karrierjét a 80-as évek nyíregyházi atlétikai sikerei alapozták meg. A legnagyobb siker, hogy egy olyan edzői csapattal dolgozhattam együtt, akik tisztelték egymást, szerették egymást, de egyúttal versenytársak is voltak. Ez együtt mindnyájunkat motivált arra, hogy minél jobb teljesítményeket érjünk el. Talán ennek is köszönhető, és nem nagy képviség mondatja velem, hogy a 80-as években a Nyíregyháza atlétika a fénykorát érte, hisz ebben az időszakban olyan versenyzőink voltak, mint Bakosi Béla, nemzetközi klasszis Pálóczi Gyuszi szintén, vagy futói között a Patrik Ibolya, Vasvári Sanyi, és minden esztendőben több mint 20 válogatott kerettag versenyzőnk volt, és ezt folyamatosan tudtuk, ha úgy tetszik, kicsit csúnya szóval, de termelni. Órendi Mihály a testnevelési főiskolán végzett tanulmányait követően az újfehértói gimnázium testnevelőjeként érte el első sikereit kosárlabda edzőként, majd nem kevésbé volt sikeres Nyíregyházán atlétikai trénerként. Debrecenben aztán másfél évtizedig volt a sportcentrum vezetője, neki köszönhetően rendeztek mindkét városban komoly országos és nemzetközi versenyeket. Szakmai karrierjének utolsó éveiben a Korcsolya Szövetség ügyvezetői és a MOB alelnöki tisztségét töltötte be. Az atlétikai szakosztály vezetése mellett nekem megadatott az, hogy sportesemények szervezését is irányíthattam. És amikor az 1995-ös Nyíregyházi Atlétikai Ifjúság Európa Bajnokság sikere után, ami nagyon sokat jelentett abban, hogy engem Debrecenbe elhívtak. A Debrecen évén alatt 22 világversenyt rendeztünk, 15 sportágban. Tehát itt már egyfajta más sportágak iránti kapcsolódás is elindult. Többek között 2013-ban rendeztük a short track világbajnokságot, és itt belépett a Korcsolya. Én a debreceni tevékenységemet 2014. július 15-ével fejeztem be, majd néhány hónap után fölkértek arra, hogy legyek a Korcsolya Szövetség ügyvezető igazgatója, és itt már evidens volt, hogy a jeges sportágakkal, és ezek között is kiemelten a short track-kel, nagypár gyorskocsajával, vagy éppen a műkocsajával, a szinkronkocsajával is foglalkozzak. Órendi Mihály elmondta, pályafutása során mindig is lokálpatrióta maradt, a vármegyei prima díjat pedig a legkedvesebb elismerései közé sorolja.